amikor tömegsírról beszélünk, olyankor a múltnak a folyója egy picit visszafolyik. És aztán múlik az idő, majd a folyó megfordul, és újra előre megy. Sárkazi Károly, az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője mondott beszédet az elesettek leszármazottjainak nevében. A mai napon egy nagyon régi vágyunk és elhatározásunk teljesült be. Az 1944. november 30-án lengyel, azaz a településen megtörtént csendőrsor tűz áldozatainak, akinek személy szerint egyik leszármazottja vagyok, az emlékére állítottuk fel ezt az új emlékhelyet, illetve magát a síremléket. A tragédia napján többen életüket vesztették, voltak, akik menekülni kezdtek, viszont a csendőrök lőni kezdtek rájuk, és kézigránátokat is bevetettek. 80 évvel ezelőtt ezen a napon még nem gondolták azt, hogy jönnek majd ezek a bátor csendőrök, és meg fog történni az a dráma, ami megtörtént. Megtörtént az esemény, arra emlékezünk, és tudom, hiszem, hogy ezt az emléket a leszármazottak fogják őrizni, és nyilvánvalóan elfelejteni nem. A megbocsátás, mint emberi tulajdonság, az természetesen megtörtént. Az akkori igazságszolgáltatást, a felelősöket megtalálta, de a mi sebeink, a mi hegeink nem fognak begyógyulni. Petrovics Károly, az Aparhanti Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke elmondta, a rendszerváltás idején Bai József lengyeli helytörténész kopjafát állított, viszont az idő múlásával felújításra szorult. Találtam pár jó akaratú embert, tudtunk együtt gondolkodni, így a megyei Roma Önkormányzat részéről testület, a kisvejkei, aparhanti, és volt egy pár magánember, ki a kétkezi munkájával, ki anyagilag, ki vállalkozó, ezt így tudtuk mára így megvalósítani, aminek én nagyon örülök. A kivitelezéshez anyagi támogatást nyújtott a Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a szervezetek és a helyiek pedig közös összefogással segítkeztek a megvalósításban. Többen itt a rokonságból, a kétkezi munkájukkal, akkor az aparhanti, a kisvejkei és a lengyeli nemzetiségi roma önkormányzatok kisebb összegekkel. Tehát anyagilag és így tudtuk megcsinálni, és természetesen társadalmi munkába elég sokan a rokonságból részt vettek, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. A márványtáblát Amrány István várai mesterember készítette el, amelyre a kegyetlenül kivégzett 14 áldozat neve került fel. A legfiatalabb mindössze csak 2 éves volt.